Kevesebb húst eszünk, folytatódik az árverseny a multik és a kiskereskedelmi üzletek között. Élj, együtt lenni jó. Élménynyaralást szerveztek Sonkádon autista gyermeket nevelő családoknak. Elismerés, a Nyíregyházi Városházán köszöntötték az olimpiai 5. helyezett ökölvívó Kovács Rihárdot és edzőjét Nagy Lajost. Bár nem mindenütt tapasztalható, de országos átlagban idén júliusban akár 10-18%-kal csökkentek a sertés és baromfi húsok termelői, feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési árai a tavalyi év azonos időszakához képest. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kiskereskedelmi szakemberek szerint a hazai friss áru előállítása független az importtermékek árpolitikájától, amelyet gyakran nemzetközi kereskedelmi folyamatok befolyásolnak. Egymás után érkeznek a vásárlók ide a nyíregyházi búzatéri piacra, de a koránkelők már reggel 7 órakor sorban álltak a friss húsért és hentes árukért. Az eladók szerint azonban a nyári időszakban csökken az érdeklődés a hústermékek iránt. Nyári időszakban végsősorban vannak olyan termékek, amik jobban mennek, tehát a flekenezéshez, bográcsoláshoz, ilyesmihez, de összességét tekintve egy heti forgalmat lényegesen kevesebb húsvásárolnak az átlag emberek, mint mondjuk ősszel-télen, mert hát kevésbé kívánja az ember, gyümölcsöt eszik, zöldséget eszik, az inkább szezonálisabb ilyenkor. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb felmérése alapján július közepén a sertés és baromfi húsok jelentős részének termelői, értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési árai 10-18%-kal alacsonyabbak voltak, mint tavaly ilyenkor. Szent Miklósi János szerint az árak alakulása sok szereplős összetett folyamat, amelynek végén a hazai kiskereskedésekben, ahová kis mészárszéki bontás után kerülnek a lehető leghamarabb a pultokra a termékek, nem változott jelentősen sem a felvásárlási, sem a fogyasztói ár. A beszerzési ár, amit mi vásárolunk, magyar sertés meg magyar csirkénél jelentősen nem változott. Konkrétan a csirkének pont ugyanannyi, mint tavaly ugyanebben a szezonban. A sertés hús ára egy pár százalékot csökkent. Ezek jellemzően szerintem inkább a import termékekre vonatkozhatnak, tehát beleértve a import sertéshús, a baromfinál nem tudom, hogy mennyire befolyásol, de az import sertéshúsnál igen megfigyelhető a lényeges árcsökkenés, de mi ezeket a termékeket nem forgalmazunk. A szakember úgy látja, a húsárak alakulása mögött nemzetközi kereskedelmi folyamatok is szerepet játszanak. Az import sertéshús többnyire Spanyolország, Belgium, Hollandia, ők a Európában nagy hústermelő részek, tehát és hát a multiknál előfordul, hogy ezeknél van. Végsősorban nekik az exportálási problémákból származó, mert most felmerültek Kínával exportálási problémák, ez a belső piacon megjelent egy jelentős, tehát Európát tekintve belső piacon egy jelentős felhalmozódás, és emiatt valószínűleg csökkentethetik az árakait. Hozzátette, a valaha volt árstoppos termékek, úgy mint a csirkefarhát, a csirkemell és a sertéscomb, továbbra is a leggyakrabban keresett áruk. Éves összevetésben az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a magyar vágósertés termelői ára kilogrammonként 836-837 forintba került júliusban. Augusztus elejére elérte a 75 ezer hektárt, és hetente további több 10 000 hektárral gyarapszik az asszálykára bejelentett területek nagysága. Ezt mutatják a kárenyhítési rendszerben összesített eddigi adatok. A kárenyhítési alapot feltöltötték, a termelők pedig 700 ezer hektárra kötöttek asszálybiztosítást, közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Az idei asszály bejelentések fele eddig 3 vármegyére, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Csanádra koncentrálódik, de jelentős kiterjedésű kárt jelentettek már Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyéből is. Az asszálykárok mintegy 80%-ában a kukorica és napraforgó kultúra érintett, de ezen túlmenően a siló és csemege kukorica esetében is komoly méretű károkat tapasztaltak.
Egyéni és csoportos foglalkozásokon vehetnek részt az autista gyermeket nevelő családok Sonkádon. Az egyhetes élmény nyaralás számos programot ígér nem csak a gyermekeknek, hanem azoknak a szülőknek is, akik eddig nem mertek közös nyaralásra indulni a társadalmi megítélés vagy saját gyermekük állapota miatt. Túrára indulnak épp az élménynyaralás résztvevői Sonkádon. Vermeser Anita, a Vízitúk Vízitúra Egyesület életre hívója már második lánya születése előtt is foglalkozott vízitúrák szervezésével. Gyermeke diagnózisát követően saját megküzdési technikái sarkalták arra, hogy szülői közösséget szervezzen és ezzel utakat és lehetőségeket keressen az autista fiatalok terápiáit illetően. Akiknek mi élménynyaralást csinálunk, az kifejezetten kizárólag autizmussal élő fiatalt vagy gyermeket nevelő családok. Hiszen ez az az állapot, amivel nem biztos, hogy élmény egy nyaralás az autizmus specifikumai miatt. És az autizmust nem ismerés miatt, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, tehát az ismeretlen miatt nagyon sokszor egy nehezen kezelhető, hisztis, rossz, válogatós, nem megyek ide, nem megyek oda, nyűgös, tömeget nem tűrő, zenét nem tűrő, avagy folyamatosan ingert kereső, tapsoló és kúrjongató gyerekkel, nem hiszem, hogy bárkit szívesen látnak egy ötcsillagos szállodába, úgyhogy ne kapja meg naponta 20-szor, hogy zavarja a többi vendéget. Na, mi nekik csinálunk élménynyaralást. Az élmény nyaralásokra minden márciusban nagy a túljelentkezés, hiszen itt nem csak együtt nyaralhat a család, hanem az autista gyermekek komplex egyhetes szerteágazó és az általuk leginkább kedvelt foglalkozásokon vehetnek részt. Mindezt térítésmentesen. Az évek során egyre több önkéntes és terapeuta csatlakozott az egyesület munkásságához. Most már harmadik éve vagyok itt, és az a tapasztalat, hogy kell egy 3 nap, mire egyáltalán bizalmat kapok arra, hogy ő végigüljön egy előadást. Ki kell tapasztalni az összes gyereknek, hogy hangostól, zajtól, mit tudom, szőröstől féle éppen, vagy mivel kapcsolatban van averziója, úgyhogy ez egy ilyen 3 napos tréning nekem, hogy eljussak arra, hogy mindenkinek, aki ott van, annak felmérjem, hogy mik az igényei. Attól más ez, hogy egy színházban ezt soha nem fogja megkapni ez a gyerek. Hiszen ott mennek a gyerekek, és akkor kapsz egy kész produkciót, aminek van egy ideje, eleje, vége, fények, hangok, nem fog hozzá alkalmazkodni, pedig folyamatosan alkalmazkodnom kell hozzájuk, és hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor, mint most is, aki még soha életében nem ült le, végigült egy 20 perces előadást, és ez szerintem sikerélmény. A családok az autizmus diagnózisát követően több fázison mennek keresztül egészen az elfogadásig. A gyermek állapota sokban befolyásolja a családon belüli és az azon kívüli kapcsolatokat. Először is azt fogott meg, hogy amint ide érkeztünk, rettentően féltünk. Tehát sohasemhol nem voltunk a autistánya értelmi sérült gyerkőcünkkel. Szeretettel fogadtak, örültek nekünk, hogy itt vagyunk, nem megszóltak, nem leszóltak. Teljesen, mint ha hazajöttünk volna. Tehát így tudnám a legszebben elmondani. Nagyon sok pozitív élmény, tehát folyamatosan támogattak minket, hogy jól csináljuk. Tehát végre kaptunk visszajelzést, hogy amit csinálunk, az jó. És ezt így kell csinálni, és nem kell félni. És mutassuk meg nyugodtan a gyerkőcöt, hogy ő van, tehát nem kell elrejteni. És nem is akartunk hazamenni. Az autizmust számos sztereotípia kíséri, ugyanakkor abban egyetértés tapasztalható, hogy minél korábban ismerik fel, és minél korábban kezdődik megfelelő, speciális segítségnyújtás, annál jobb életminőség várható az autista gyermekek és családjaik számára is. Gyalogos gázolt egy személyautó kedd este 19 óra körül Nyíregyházán a Kosbor utca és Törpe utca kereszteződésében lévő zebrán. Egy idős hölgy a gyalogátkelő közepén járt, amikor az autó elütötte. A hölgy a motor háztetőre esve beverte a fejét a szélvédőbe. A sérültet a mentők helyszíni ellátás után kórházba szállították. A hőségben a madarak egy része még jobban rá van szorulva az emberi gondoskodásra, mint máskor. Egy jól kialakított itató nem csak életmentő, de a madarak társasági életének központjává is válhat. Ezért érdemes néhány naponta fertőtleníteni is a tartályt. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, annak víz utánpótlása legyen folyamatos télen is. Az állattartás hozadékai táplálékot, a baromfi udvarok talaja pedig porfürdőt, itatójuk ivó és fürdőhelyet nyújtott a madarak számára.
Az urbanizációval ezek az ivási és fürdési lehetőségek igencsak megritkultak. Bár az emberközeli madarak az esti locsolásnál vagy a szökőkutaknál még találnak vizet, de ez utóbbiba például könnyen bele is tudnak fulladni. Ezért a hőségben a madarak egy része még jobban rá van szorulva az emberi gondoskodásra, mint máskor. Egy jól kialakított itató nem csak életmentő, de a madarak társasági életének központjává is válhat. A fekete rigók is nagyon-nagyon szeretnek vízben fürödni. Ehhez semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cserépalátétet kirakni, amiben pótoljuk rendszeresen a vizet, és ne legyen túl mély. Tehát, hogy a madarak ne fulladjanak bele, hanem tényleg csak igyanak belőle, vagy ha kicsit mélyebb a víz, akkor rakunk bele köveket, kavicsokat, hogy azon tudjanak megállni a madarak. És hát ezt rendszeresen természetesen pótolni kell, és ha van macska a környéken, akkor ezt rakjuk rá egy nagyobb tuskóra vagy magaslatra, hogy a macska ne érje el őket, és ezt a tuskót érdemes körbevenni szúrócsgaljakkal, vagy valami olyasmivel, ami távol tartja a macskát, hogy ne a macskának terített asztalt nyújtsunk, hanem a madaraknak itató helyet. Az elmúlt hetek kánikulájában egyre több fióka ugrott ki zárt fészkekből ideje korán. Menekültek a hőségből. Szakemberek azt tanácsolják, ne tegyük őket vissza, mert újra kiugranak majd. Inkább locsoljuk a fészek alatti talajt vagy a betont, ugyanis a párolgó víz elvonja a hőt. Ha fiókát látunk a napon, az itatására speciális szabályok vonatkoznak. Ha nagyon tűző napon látjuk, akkor fogjuk meg pár méter arrébb, vigyük be egy árnyiba, kínáljuk meg egy kis vízzel. Esetleg azt is meg lehet tenni, hogy mi magunk itatjuk meg, de nem úgy, hogy egy pipettát lenyomunk a torkukon, mert elég közel van a légcső és a nyelőcső, esetleg félre letüdőzi a vizet, az nem nyerő, hanem az ujjunk hegyére egy kis vízcsepet rakunk, és a madárnak a csőrének a hegyére rácsipentjük, akkor az előbb-utóbb be fogja nyelni, és akkor így cseppenként egy pár csepp vízzel meg lehet kínálni, aztán hát magától is rájön arra, hogy ott van az a kis cserépalátét, és akkor abból lehet magának is inni, de semmiképpen ne vigyük haza. Tehát ezek valóban vagy a meleg miatt, vagy egy kis zavarás miatt ugrottak ki hamarabb a fészekből, de akár a rigóknál, akár a pintyeknél is ez szokás, és ilyenkor a szülők tovább is nevelik őket. A kihelyezett itatók vizét rendszeresen naponta kell cserélni, az elpárolgott vizet napközbeni utántöltéssel lehet pótolni. Ha sok madár látogatja az itatót, hetente vagy két hetente érdemes a napi vízcsere mellett akár fertőtleníteni is. Ha valaki nem cseréli rendszeresen a vizet, az sok betegség forrásává is válhat. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, annak víz utánpótlása legyen folyamatos, télen is. Párizs, Peking és London után Máté Szalkán is megmutatta a Fricska Tánc együttes, milyen a magyar virtus. A formáció tagjai ütik a leggyorsabban a ritmust, egy másodperc alatt 45 csapással és koppintással világrekordot állítottak fel. Küldetésük, hogy felhívják a világ figyelmét a Kárpát-medence nép tánckultúrájára. Virtuóz ritmusjáték az igencsak viseltes kannákon. A világrekorder Fricska Tánc együttes műsorát láthatta a közönség Máté Szalkán. A csapat 15 éve alakult azzal a céllal, hogy a néptáncban rejlő erőt és dinamikát, valamint a Kárpát-medencei férfi táncokat népszerűsítsék. A küldetést az váltotta ki, hogy a négy fiú tapasztalatai szerint a mai fiatalok fejében sokszor más kép él a néptáncról, mint amiről valójában szól. Nem értettük, hogy miért nem fancy a néptánc így másoknak, és igazából ezért arra gondoltunk, hogy akkor jó, kiválasztjuk ezeket a látványos, dinamikus, gyors néptánc, férfi táncokat, és ezeket próbáljuk meg bemutatni a színpadon, és ezeket próbáljuk egy picit ilyen modern elemekkel felturbózni, amivel, hát hogy is mondjam, így divatosabbá tudjuk tenni a néptáncot.
A megalakulásukhoz egy cigánytánc csapat adta az alapötletet, az elmúlt évek pedig bebizonyították, érdemes volt létrehozni a formációt, számos neves rendezvényen képviselték már hazánkat. A riói olimpián, Párizsban a foci EB-n, a pekingi parlamentben és a Monte Carlo rally záró rendezvényén is megmutatták, milyen a magyar virtus. Bejárták már a világot, az egyik legkedvesebb emlékük a Buckingham palotához kötődik. Kezet fogtunk Erzsébet királynővel, tehát az tényleg ott kicsit, nem tudom, ilyen hülye hangzik, de hogy ott ilyen számunkra megelevenedett a történelem. Tehát, hogy egy picit ilyen, mi egy királynővel találkozunk, így, tehát, hogy ilyen a töri könyvekbe olvastunk így, nem tudom, királynőkről, nem tudom, és így ott vagy egy ilyen full arany palotába, az leírhatatlan. Meg az, hogy tényleg tudtunk vele egy 10 percet beszélni, képet sajnos nem tudtunk csinálni vele, de most aztán ezt elengedtük azt a sztorit, de az, hogy 10 percet dumáltunk így Erzsébet királynővel, az priceless. A másik egyébként az szintén nekem így London, de lehet, hogy egyébként a csapat többi tagjának más egy picit, de nekem a másik is a Britain's Got Talent-nek a színpada. A virtuóz táncosok szeretnének még tovább fejlődni, nem csak a táncban, a közösségi kommunikációban is. A különböző platformok segítségével szeretnék még több emberhez, vagyis minden korosztályhoz eljuttatni ezt a tánckultúrát. Ezért kezdték el oktatni a néptáncot már óvodásoknak is, és természetesen nem hanyagolják el a közönséget sem. Bár éremért ment, és ötödikként ért haza az olimpiáról, mivel mindent megtett, nincs hiányérzet Kovács Rihárdban. Ezt maga az ökölvívó mondta a nyíregyházi városházán, ahol edzőjével, Nagy Lajossal együtt köszöntötték az NVSC Big Boxing versenyzőjét. Most egy hosszabb pihenő következik, azt követően dönt a folytatásról a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes boxoló. Az elmúlt héten még Párizsban boxolt, kedden pedig már élménybeszámolót tartott a nyíregyházi városházán Kovács Rihárd. A 63,5 kg-os súlycsoportban ötödikként záró ökölvívó elmondta, hogy kihozta magából a maximumot az olimpián. Elsősorban nagyon örülök, hogy már itthon vagyok a kicsivel, itthon vagyok a családdal, mert nagyon hosszú utat jártunk be, nagyon hosszú volt a felkészülés. Nagyon-nagyon nagy élmény ott kint lenni az olimpián, úgy, ahogy elmondták. Hát az meg még nagyobb élmény, hogy olyan ellenfelet tudtam legyőzni, aki olimpiai bronzérmes volt az Ausztrál személyébe. Aztán következett egy francia srác, akit nagyon rég ismerek, és nagyon rég a súlycsoport legjobbja. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de úgy mentem fel a szorítóba a ringbe, hogy mindenképp győzni akarok, és én úgy érzem, hogy mindent megtettem, semmilyen hiányérzet nincs bennem. A Jóisten most így akarta, hogy ez így sikerüljön, de azért ezt nem lehet tőle elvenni a franciától, hogy nagyon ügyes, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, ezt nem tudja tőle elvenni senki. Nagy Lajos edző szintén élete első olimpiáján vett részt. A szakember szerint az ötkarikás játékok legjobb boxolója akadályozta meg tanítványát az éremszerzésben. Nagyon erős mezőny volt, bárki képes volt megverni bármelyik ellenfelet, és szerencsére a Ricsi nagyon jó formát tudott mutatni, hogy első körben előnyerő volt, aztán az ausztrál Tokió bronzérmese. Tévesen jelent meg a médiában, mert nem 60 kilóban, ugyanebben a súlyban volt bronzérmes, 60 kiló nincsen az olimpián. Fantasztikusan boxolt, az első menet volt ilyen langyosabb, aztán eszméletlen volt a harmadik menetben, már szemtelen is volt, úgymond az ellenféllel leiskolázta. És a következő körben az éremért jött a francia, a hazaiak nagy esélyese, ami egy szempontból is, tehát több szempontból is nehéz ellenfél volt, egyik háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, lényegében nagyon jó bunyós, állítom, hogy az olimpia legjobb bunyósa jelen pillanatban, súlycsoportoktól független, illetve a hazai pálya, illetve bejelentette az olimpia előtt, hogy ez az utolsó versenye, itt szeretne
bajnokként búcsúzni. Urdik Attila alpolgármester szerint Ricsi sportpályafutása és civil élete is példaként állítható a fiatalok elé. Ricsi már korábban kapott egy Bencs Kálmán aranyérmet, nyilván azért, mert ugye ő kétszeres bajnoki bronzérmes, és az NVSC-ben készülve talán a tehetsége az mindenféleképpen kiviráglik, mert nyilván ez egy pici klub, kisebb anyagi lehetőségekkel itt az embereknek, hogyha ilyen nagy világversenyre vagy olimpiára, Európa-bajnokságra ki akar jutni, akkor duplán kell, azt gondolom, hogy teljesítenie. És nyilván ez egy nagy büszkeség azért is, mert lényegében egy tanáremberről beszélünk, aki tanít és oktat, tanít történelmet ugye, és tanít testnevelést, és úgy áll egy profi boxolóként, vagy úgy áll kint a gyerekek előtt, olimpiát megjárt emberként, hogy nem kell szégyenkezni, és tanítja őket. Tehát egy olyan példakép lehet a gyerekek előtt, amely nagyon fontos. Mint az ökölvívó elmondta, most egy hosszabb pihenő következik, majd edzőjével egyeztetve dönt a folytatásról. Lemondott Feckó Tamás, a kisvárdai futballcsapat vezető edzője. A csapat mindkét meccsén vereséget szenvedett az MB2-ben, így a szakember felajánlotta lemondását, amit Révész Attila sportigazgató elfogadott. A végleges megoldás megtalálásáig a sportigazgató felügyeli a szakmai stáb munkáját. A kisvárda vasárnap Tatabányán lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 10-18%-kal mérséklődött a sertés és baromfi húsok ára a tavalyi év azonos időszakához képest. A kiskereskedők szerint ez a fogyasztói árakban nem feltétlenül jelentkezik, mivel a multiknál kapható importáru és a friss hazai termékek árai között összefüggés tapasztalható. Idén második alkalommal szerveztek élménynyaralást autista gyermeket nevelő családoknak Sonkádon. A Visit You, Visit Túra Egyesület élménynyaralásán fejlesztő pedagógusok és élményterápiás szakemberek dolgoznak azon, hogy útravalót adjanak az átlagosnál nagyobb kihívásokkal élő családoknak. A Nyíregyházi Városházán köszöntötték Kovács Richárdot és edzőjét Nagy Lajost. Mint az olimpiai ötödik helyezett ökölvívó elmondta, bár éremért ment Párizsba, nincs benne hiányérzet, mivel kihozta magából a maximumot. Most egy hosszabb pihenő következik, azt követően edzőjével közösen dönt a folytatásról a kétszeres Európa bajnoki bronzérmes boxoló. Augusztus 7-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés friss hírekkel, pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön felhők zavarják a napsütést, a csapadékzóna a délutáni órákban a keleti tájakat is eléri, majd nyugat felől egy újabb hullámban érkeznek záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Napközben 27-29 fokig melegszik fel a levegő.